Baktaló rendházán a 65 éven felüliek számára nyújt folyamatos segítséget az önkormányzat, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, valamint a helyben varrott maszkokkal is ellátják őket. A közterületeket és a forgalmas helyeket fertőtlenítő oldattal permetezik, a nagyobb forgalmat bonyolító létesítményeket pedig helyi döntés alapján bezárták. Azokat a feladatokat, amelyeket a veszélyhelyzet idején a kormányrendelet, illetve saját döntésünk ránk ruház, azokat teljesítjük. Tehát gondolok itt a gyerekek étkeztetése, azt megoldjuk, tehát zavartalan az ellátás, szállító járművekkel és plusz emberek bevonásával történik, tehát mind az óvodás, mind az általános iskolás gyerekek esetén. Természetesen a 70 év fölötti lakosok vonatkozásában felmértük a szükségletet, kormányrendelet alapján megkerestünk minden 70 év felettit, és aki bizonyos segítséget kért, azt megszerveztük, tehát az elsősorban bevásárlás, gyógyszer, felivatás, gyógyszerkiváltás, szociális étkeztetés, tehát ezekben merül ki ez a segítségnyújtás, tehát ez is szervezett formában történik. Baktaló rendházán is gyártják a maszkokat a helyi 65 éven felüliek számára és az önkormányzat dolgozóinak, de ezekből később minden helyi lakosnak szeretnének legalább egyet eljuttatni. Ezen túl a fertőtlenítőszerek kijuttatása és a forgalmas helyek fertőtlenítő permetezése is folyamatos a településen, ahol nincs fennakadás a szolgáltatások elérésében. Az áruellátás biztosította, több kisebb-közepes élelmiszerüzlet van a településen, folyamatosan egyeztetünk, nem jeleztek hiányt, hogy probléma lenne, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez működik. Gyógyszertár is van a településen, szintén a megszokott rendben egyesével a gyógyszerellátás kiadása is biztosított. A házi orvosok pedig, ahogy azt a számok a meghatározott iránymutatás adja, tehát elsősorban telefonon keresztül nyújtanak segítséget, de természetesen szükség esetén a vizsgálat is megtörténik, illetve a gyógyszer felírás az pedig zavartalan formában működik a településen. A polgármester hozzátette, a turisztikai vállalkozások nehézségekkel küzdenek a településen is, a vendéglátóhelyeket be is zárták, azonban a többi helyi vállalkozásnál még nem tapasztalható jelentősebb probléma, bezárás, és egyelőre a munkanélküliek száma sem emelkedett a településen.